Hozzám kiárt, és én meghallgatom őt, a szorongatásban vele vagyok. Megmentem és megdicsőítem őt. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta Jordánt, s a lélek ösztönzésére pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérvé. De Jézus így felelt. Írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta a szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tied lesz. Jézus elutasította. Írva van, uradat Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj. Akkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van, angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek, kezükben hordoznak majd, hogy kőbe ne üssed lábadat. De Jézus ezt válaszolta, az is írva van, ne kísérsd uradat Istenedet. Miután sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ez az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, az igazi kísértés félelmetesen rafinált, kibogozhatatlanul, gusztustalanul bonyolult, és ezért észrevehetetlen. És életünk nagy megkísértése ilyen, ezen belül van olyan érthető kis kísértés, hogy lopja el ezt, kapjon bele egy kolbász pénteken, ez csak belül van, ez érthető. A nagy kísértés nem a jó és a rossz erőterében mozog. Ezért is kísértés, hanem az isteni rend fölforgatásába. Valami logikai kibicsaklítás. Hogy valami olyan legyen az első, ami nem az első. Olyan legyen a lényeg, pontosabban, ami nem a lényeg. A mi vallásunk az nem miszticizmus, hanem a logosznak a vallása, az abszolút értelem vallása. Ez azt jelenti, hogy mindent megmagyarázunk és mindent megértünk, hanem az, hogy az Isten fia, aki eljött az atyától, az visszaállított egy értelmes rendet, amit az ember és a bukott angyal megzavart. Aztán hát azért a kísértésnek nem ám az a célja, amit mi gondolunk, hogy lopjon egy kis gyönyört, kicsit zabálgasson, mit tudom én, nem. Olyan életforma alakuljon ki, amiben már nincs Isten. Ezért a nagyon kis kísértések is veszélyesek. Amiket úgy meg is engedünk, el is bukunk, nem is nagy dolog az. Ezért kell mindig bűnbánatban élni.
Testvérek, itt ez az első kísértés, az Úr Jézus befejezte a böjtöt. Másik evangéliumokban is van, tehát ehet. 40 napnak vége. Most az ördög azt mondja, hogy azonnal egy ilyen csodatevő hatalmad van, változtassa a köveket kenyér, és fog neki az ételnek. És az Úr Jézus ebben látja a ravasságot. Nem az a baj, hogy egy böjtöt befejező ember enne, hanem valami logikai felborítás. Mert az Úr is azt mondja neki, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából való. Össze van keverve az kondíció sine qua non, így mondja a filozófia, az alapvető szükséges dolog a lényeggel. Hát alapvető szükséges dolog, hogy vegyünk levegőt, mert megfulladunk, hogy együnk és igyunk. De nem ez az emberi élet lényege, hanem Isten, a szeretet. Veszed észre? És így ki is lehet gúnyolni a szenteket, hogy hát neki is azért szüksége volt, ő is azért kapkodott gyönyörökre, ő is megszegte itt ott a böjtöt minden, lám-lám, megbukfencezett ő is, azért mégiscsak az első, hogy a hasunk tele legyen, nem. A szükséges feltétel, de nem a lényeg. Annyira nem a lényeg, hogyha nincs meg a lényeg, akkor öngyilkosok lesznek. Pedig van mit zabálniuk, bocsánat, a milliárdos csalásokból is, amit loptak. És tartalmatlan. A lényeget, az emberi élet lényegét sose keverjük össze a szükséges feltétellel, ami nélkül nincs emberi élet. Minden emberi életben elérkezik a pillanat, amikor étlen szomjan ingyenesen kellene valami jót tennie. Hát ez a tipikusan antropológiai, embertani pillanat. És testvérek, itt van most egy világgazdasági szentényvesztés. Most ez világméretekbe történik ez a kísértés. Mindenütt a nyafogás. Hát nem lehet így gyógyítani, ha nincs a kórháznak pénze. Igaz, de nem igaz. Ha minden ápolónő Szent Teréz anya lenne, és minden orvos Boldog László herceg lenne, Teréz anyának egy fillérje nem volt, Pió atya át se lépte a kolostort, viselte Jézus sebeit, és egyes püspökök meg bíborosok állandóan rágalmazták, degzálták, és az adományaiból, amit egy fillért nem vett el, ma egyik legnagyobb ingyen kórház működik. Az csak feltétel. Jó, ha van. Sosem azzal indult el. Soha. Tanítás területén. Hát kérem, hát nem lehet tanítani, nincsen tornatermünk. Ugyan már nem tudom tornáztatni azokat a gyerekeket? Majd lesz. De fölcseréltük. Előbb az a szükséges alap kell, amit lényegnek tekintettük. Nem az a baj, hogy az kell. Boszkó Szent Jánosnak milyen föltételei voltak, hogy a munkás ifjukat megmentette. A nagyvárosokban összeszedte a kallódó fiatalokat. Bohózkodott neki, bukfencedett, kötérre mászott, és közben hittara is tanította őket. Semmi se volt. Semmi. A réten találkozott velük. És esőrek a családi életbe. Majd, hogyha meg lesz minden, akkor jöhet a gyerek. Nem. Iszonyat. Jöjjön a gyerek, és meg lesz minden. Nem. Ezt nem lehet felfordítani. A háború alatt alig volt mit tenni az embereknek. És azt mondták, hogy olyan boldog karácsonyunk volt.
amikor te nem kapod vissza azt a kötelező szeretetet a házastársattól, a gyermektől. Na most érkezett el a nagy pillanat. Tehát ingyen szeretni. Majd belehalsz, és lépj ki a semmibe. Megszilárdul alattad a semmi. Fogsz a vízen járni. A művészetekre nincs pénz. Hát ezért nem tudunk festeni. Nem tudunk zenét írni. Nem igaz. Nem igaz. A nagy zene születne. Ha udvardi erzsébetek születnének, akik az Isten dicsőségét ragyogtatják föl templom falakon, aranyokba, ezüstökbe, minden meg lesz hozzá. Hazudunk. A pénz, az anyagiak szükséges alap, de nem a lényeg. A pénzt nem lehet átfordítani szeretetté. A pénzt nem lehet átfordítani képekké és hangokká. Az az emberbe fordul át. Hát a saját életünkben is bizony sokszor lélegzet elállító lépést kell tennünk. Akkor, amikor ki vagyunk merülve, amikor nincs türelmünk, és el kell viselni. Jön veled szembe egy unszimpatikus alak. Ki nem állhatod a képét, mert ilyen állatiak vagyunk, ilyenek, és közben áldozunk. Erőt veszel magadon, és azt mondod, jó reggel, hogy vagy? És imádkozol érte. Ez a böjt, ez a föltámadás, ez a kereszténység, ami alatta van, annak nincsen jövője. Hiába van bekerve vallásos mázzal. És erre az ember képes, mert van halhatatlan lelke. Ha megteszed, angyalok jönnek és szolgálnak neked. Tehát a szükséges alap, amely abszolút szükséges, az kell, de nem a lényeg. Itt van a szemfényvesztés. Az emberi élet legszükségesebb feltétele, nem az emberi élet lényege, és ezt halálunkban át kell érezni. Hogy na most meghalok. Utolsó levegőket veszem, és Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet. Íme, megszűnik a szükséges feltétel, és a lélek átmegy Istenbe. Sőt, még az is előfordulhat, hogy fölkiáltasz Jézussal, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez a vallásos pillanat. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Belehalni az atya iránti bizalomba. Fontosak az anyagiak, feltétel, de nem a lényeg. A mi atyánkot nem azzal kezdi az Úr is, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, hanem azt megelőzi, hogy mi atyánk. A mi igazi életünk az, hogy Isten gyermekei vagyunk. És hogy szenteltessék meg a te neved. És jöjjön el a te országod, ne az enyém, ne az én országom, és legyen meg a te szent akaratod. És ezután mondja, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Hát persze ez egy rossz latin fordítás, mert nem mindennapi. A görögbe, és mögötte az arám nyelven az van, a lényegi kenyeret ad nekünk, az oltári szentséget, meg az igét. Szent Ciprián is így magyarázza a De Dominica Orazione nagy művében, amikor a mi atyánkod magyarázza. Mert amikor Jézus megszaporította a kenyeret, de kiknek, akik az ige hallgatása miatt elfelejtettek ételt vinni magukkal. Persze, akkor utána mentek Kafarnaumba, mert jó tele lett a gyomruk, és azt mondja, ne azután az kenyér után vágyakozzatok, amely romlékony, hanem amely megmarad az örök életre. És ha a lényegi kenyér, az Isten igéjével való vasárnapi evés, mert eszünk most élünk,
És az eukarisztia vétele, ha ez lenne az életünk középpontjában csak a kereszténységnek, akkor lenne mindennapi kenyér. Igen. Egy bizonyos logikai rend felfordítása. Kár, hogy nem tanulunk filozófiát. A kondíció sine qua non, a föltétel, ami nélkül nincs valami, az nem az esszencia, az nem a lényeg. A lényeg nélkül viszont hiába van meg. Igen, ne engedjük kibicsaklítani a létezésnek ezt az isteni rendjét, logikáját, a ravasság bukott szelleme által, aki tulajdonképpen mindig életet ígér és halál civilizációját teremti, soha semmi nagy dolog nem kezdődött pénzzel. A házasságotok nem úgy kezdődött, hogy legyen anyagi, hanem egy pillanat, a szemeknek egy találkozása, egy érintés. Egy templom nem úgy kezdődött, hogy építsük és legyen pénz, fölösleges, hanem volt egy egyház, amelynek kellett, hogy legyen háza is lett. Az emberi lélek csendes mélyén van a lényeg, Istennel való kapcsolat. Nagy hangon lehet ezt nevetségessé tenni, de akkor is hazugság marad. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten ajkáról való. És azon ige nélkül, azon isteni élet nélkül viszont hiába való kenyeret enni. Testvérek, és hát ez a kísértés odáig megy, hogy megfordul a vallásos lélek. Istent használom fel, hogy besegítsen egy kicsit. Ugye? Segíts be a dicsőségbe. Segíts be a hatalomba. Felhasználom a veled való kapcsolatot, Isten, hiszen a fiad vagyok, gyermeked vagyok, hogy nekem jobb egészséget adj, mint a hitetleneknek, nekem többet adj, én jobban éljek. Testvérek, nem a világ romlottsága az kétségbejtő, hanem a mi romlottságunk. Hol érkezik el ma az a pillanat, amikor szükséges emberi feltételek hiányába mersz, merek, és kell lépnem, amikor elfogy a türelmed egy beteggel szemben. Isten is hallgat néha. Akkor élek leginkább belőle. Amikor elhagyatva érzem magamat, akkor karjaiba vetem magamat. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Íme, itt van ez a sátáni ravasság. Ezeket a szentírási részeket soha teljesen ki nem merítjük. Soha. Csak a kicsinyes, buta szellem, a túlinformált pap és hívek gondolják azt, hogy én már kívülről tudom ezt a szöveget. Micsoda mélységet. Mennyire nevetségessé lehet tenni a szenteket. És milyen nevetségessé válnak azok, akik kinevetik őket. Hogy ugye? Nektek is kell azért enni. Ugye azért pénz nélkül nem megy. Nem kell enni. És nem eszem, ha nincs Isten és nincs szeretet. Ha nincs semminek értelme. Íme, ez az illúziókeltő sátán összekeveri a szükséges dolgot, amiről nincs földi emberi élet, az emberi élet lényegével. Hát testvérek, ezzel a csomaggal induljunk. Jézus milyen gazdaggá tett minket, amikor a pusztából elindult. Most hirdeti az Isten országát, és az Isten országa éppen ezt jelenti, hogy mi a lényeg, nem a föltételeket. Azok megvannak adva a társadalomba, a világba, csak úgy osztottuk el, és úgy kizsigereljük a világot, hogy egyeseknek nem marad. Használjuk az eszünket, mondja. De ő azt akarja megmutatni, nem a föltételeket akarja megteremteni az élethez, az meg van teremtve, hanem az életnek a lényegét, amit leromboltunk, hogy Istenben éljünk, hogy szeretetben éljünk,
Húsvétnak a valóságában éljünk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában. Hiszek az egy